Nagy szeretettel köszöntöm a soroksári Szecsei műhely minden kedves vendégét. Abban a megtiszteltetésben van részem, hogy először most én is szót kapok, habár már régi tanítómesterem Marton Veronika előadásán itt voltam, és akkor azért én is kérdezhettem és beszélgethettünk mezopotámiai kérdésekről. Én egy picit abban reménykedtem, hogy az ő tanfolyamainak a résztvevői közül néhányan itt lesznek. Azért megkérdezném, hogy van-e, aki mostanában, idén vagy tavaly részt vett Marton Veronika Schumer tanfolyamán. Akkor egy kicsit túl szakmaian készültem, úgy látom. Nem baj, azért majd ezt is megoldjuk. Azért annyit megmutatok, hogy itt van az a Marton Veronika által írt könyv, a Schumer kultúra története, ami 1998-ban született, és én 1999-ben tanultam ezekről a dolgokról először, hiszen akkor Veronika volt a első számú szakértő, Banini Jós Ferenctől tanult levelező módon, ugyanis akkor még Banini Jós Ferenc Argentínában élt drága jó feleségével együtt, aztán csak később került át Magyarországra, és akkor az ilyen jellegű előadásokon több százan is bennültek. Ugye hát ez nem sokkal a rendszerváltás után, és még ebben a szomjas információ éhséges időszakban történt. Volt olyan Pap Gábor előadás, ahol 400-500-an hallgattuk, például a MOM-ban, vagy a Magyarok Világszövetségében kivetítőn kellett biztosítani a közönség számára, hogy követhesse az eseményeket, ugyanis a nagy terem tele volt. Ilyen világ volt, most már egy kicsit más a helyzet, akkor ezresével adták el ezeket a könyveket, mi meg örülünk, hogyha 100-200 példányt valahogy egy-két év alatt sikerül nem csak értékesíteni, hanem cserélni. Ugye Istvánnal mi most cseréltünk könyvet, neki is fogy, nekem is fogy, és akkor azért megismerjük a másik szerző gondolatait. Na, komolyabbra fordítva, hát István többször járt itt, ő találta ki, hogy mi legyen a cím, és hogy én kezdjek. Hát én pedig hát megfogadtam a tanácsát. Azért lett a cím, hogy rovás, ékírás, képírás, mert akkor tulajdonképpen arról beszélünk az írások kapcsán, amiről mi szeretnénk. Tehát nem köti meg túlságosan a témát. És ugye ezért jöttem ide, hogy írástörténeti érdekességek, székely magyar rovás, erről inkább ő fog majd beszélni, mezopotámiai, etruszk, indusvölgyi, erről inkább én, és tulajdonképpen én mezopotámiával kezdeném. Most néhány dolgot, amit én a tanfolyam hallgatók részére csemegeként hoztam, elhoztam René Labá francia nyelvű epigráfiai kézikönyvének a példányát. Látszik, hogy én ezt forgatom, mert már teljesen szét van esve, töredezett, és most történt a vízözön ezzel a szótárral. Ugyanis István műanyag pohárból hozott magának ivóvizet, amit sikerült természetesen ráborítani a szótárra. Így ezek után még patinásabb lett. Tehát ez egy különleges kincs lett ennek eredményeképpen. Tehát ezt azért hoztam el, hogy ha itt valamelyik tanítvány rákérdezett volna, akkor én fölugrok, fölrajzolom a táblára azt a jelet, ők kikeresik a saját szótáraiban, mert meg kellett venniük a szótárt nekik is, és akkor itt kialakul egy ilyen szakmai beszélgetés, úgy, ahogy az annak idején a 2000 körüli években Miskolcon zajlott, hogy a tanítás kezdete előtt, ez egy magánegyetem volt, azért mondom, hogy volt, mert nem szűnt meg, hanem az magánegyetemi címet megvonták tőle a hivatalos hatóság. A politika mindenbe beleszólt, és most egyesületként működik, még most is létezik. Tehát én is megyek le most egy ilyen tanácskozásra, egy előadást tartani, mert még megvan a kapcsolat. Na, szóval akkor ottan kiugrottunk volna, és úgy, ahogy annak idején reggel 8-tól 9-ig a tanítás előtt, akkor mi ezekről a táblákról és írásjelekről beszélgettünk, az akkori hallgatóság, az elnökasszony, aki ugyancsak foglalkozott táblafejtésekkel, meg még aki úgy gondolta, hogy érdeklődik,
És ugye hát a Budapestről érkezők azok nem értek oda 9 előtt Miskolcra, és akkor így nagyon jól el voltunk. És ezekből a műhely munkákból könyvek is születtek, azokat most nem hoztam el, mert az már túlzás lenne, hogy még azokat is itt bemutatgassam. Elég ez a Sumil kultúra története, ami nekünk nagy segítséget jelentett, mert kb. 10 000 oldal ismeretanyag, különböző nyelveken megfogalmazott állítások szerepelnek benne. Enélkül biztos, hogy feladtuk volna. Én beszélek 10 nyelven, de hát ki a neki van ideje elolvasni annyi könyvet, meg összeegyeztetni, megérteni a különbségeket. Ez egy nagyon bonyolult témakör, ez a mezopotámiai. Na hát akkor nézzük, hogy miről lesz még itt szó. Ezeket már mondtam. Az a különlegessége ennek, amit most én elmondok, hogy olyan forrásokról is említést tehetek, amit nagyon kevesen ismernek. Ugyanis az egyik kollégánk, ő arab szakos, és arab források alapján tárgyalta a mezopotámiai kultúrát és írásemlékeket, és nekem ez nagy segítséget jelentett, mert új szempontok szerint közelíthettük meg. És annak idején Vadinyi Jós Ferenc tartott Miskolcon a nyári őstörténeti fórum kapcsán előképzést, hogy a tanári kar egy része tudjon valamit a hallgatóknak is tanítani. Aztán persze ez nem volt olyan eredményes, egyedül Veronika volt az, aki ezt rendszerezte, és ő is tanította több éven keresztül nekünk is a mezopotámiai kultúrát. Ez a kutatás történetnek az összefoglalása, most nem megyünk bele a részletekbe, Rawlinsontól kezdve Hingszis Opertig is rengeteg dolgot állítottak. A turáni szkíta nyelvekkel hozták kapcsolatba ezt a Sumernak nevezett nyelvet, és volt egy francia ellenpont, ez a Halévi, aki azt mondta, hogy ilyen nem is létezett, és ez egy kitaláció. Én nagyra értékeltem Leonard Woolleyt, aki a királylistákat elég pontosan közölte, vagy Samuel Noah Kramert, akiről nemrég tudtam meg, hogy Ukrajnában született, Kijev mellett, és aztán úgy került az oroszországi üldözések kapcsán Philadelphiába, ugye hát zsidó családból származott, és ő jutott a legtovább ennek a kultúrának a tanulmányozásában. Sajnos már ő is, ugye, hát mivel túl korán született, már meg is halt. Szép kort ért meg, mert 1897-ben született, és 1990-ben halt meg. Az azért nem egy rossz kor. Na most itt jegyezném meg, hogy nagy viták folynak mindazon témakörökben is, amit valószínűleg István is majd ismertetni fog. A Nimród kérdés. Ki volt Nimród, kinek a fia, és így tovább. Nem tudom, ki az, aki Martin Veronikát is hallgatta pár hónappal ezelőtt. Van-e olyan itt? Igen. Ugye, mert Veronika azt mondta, hogy a Nimród az nem egy személy, hanem ez egy titulus, egy rang, és ennek kapcsán sok mindent sikerül jól értelmezni. Én a saját kutatásaim, meg az előbb bemutatott francia nyelvű szó és jeltár kapcsán annyit tudok elmondani, hogy ezek az névértelmezések, ezek nem olyan egyszerű kérdések, ugyanis a Nimru, ami leopárdot jelent, vagy párduszot, az a szótárban akkád szóként, tehát sémi szóként szerepel, és a leopárd, vagy párduc, vagy még mondhatnám, hogy az oroszlán is valamilyen formában, sumérul nibnek hangzik. Tehát ez akár kapcsolatba kerülhet a Nibiruval, vagy egyéb más dolgokkal. Tehát itt én nyitottam volna egy ablakot a tanfolyam hallgatóinak, hogy nézzenek utána ennek a kérdésnek, mert egy akkád szóból magyarázni Nimród nevét, az lehet, hogy egy kicsit félreviszi az értelmezéseket. Nem nagy különbség, ezek minden úgy helyesen hangzott el, csak majd később fogom mutatni, hogy miért fontos, hogy megkülönböztessük az ősi, mondjuk, hogy agglutináló, tehát ragozó, inkorporáló sumer nyelvet,
és a hasonló jelekkel dolgozó, de mégis sémi jellegű akkádot, tehát az asszír babiloni. Látok arcokat, megrettennek, inkább mindjárt hazamennek, de tessék elgondolni, én mindent megteszek, hogy ezt valahogy tisztázzam, mert ha ezt nem teszem meg, akkor egész életükben így maradunk. Tudnék, a kutatók, akik nem mérnökök, mint én, és nem szokták meg, hogy a hármas a jó jegy, és azonnal szólnak a hibázunk, mi törekszünk arra, hogy el tudjuk mondani a lényeget. Ha nem tudjuk elmondani, akkor muszáj témát váltani, vagy hagyjuk abba. Tehát én remélem, hogy a mai nap végére ezek az alapkérdések azért mindenkiben tisztázódnak valamilyen szinten, mert hát ezért dolgoztunk. Én 25. éve foglalkoztam ezzel a kérdésekkel, és szerintem van értelme, hogy haladjunk. A ligatúrák kérdéséről majd István fog beszélni, mert ez ugyanúgy megvan a mezopotámiai jeleknél is, meg a székely magyar jeleknél is, meg aztán más nyelvek, most nem megyünk bele. Ugye én foglalkoztam az etrusszal, Mandis György révén a türk írásokkal, azért az egyiptológiát is egy kicsit követtem, tanultam szanszkritul, tehát azért azt lehet mondani, hogy igyekeztem. Nem azt mondom, hogy annyi mindent tudunk. De hát azért én tudok a franciául is, meg németül is, tehát a szótár használatban ez előnyt jelent azokkal szemben, akik hát kénytelenek francia tanár segítségét igénybe venni. A francia tanár meg nem azt fordítja le, ami ott szükséges, hanem általában fordít. És hogyha így gyógynövényekről van szó, akkor hiába tudom én hány jelentését annak a francia szónak, de akkor a 16-at kell venni, ami a gyógynövény. Hát így összevesztem néhány ilyen kutatóval, aki mindig francia tanárokat kért fel, hogy fordítsák a szót, tehát azt csodálkoztak, hogy valami nem stimmel. Hát azért nem, meg elég kevesebbet tudni, de a lényeget kell érteni. Na, tehát hogy miért igaz az, hogy jók ezek a szótárak? Ugye ezt a kérdést föl kell tenni. És ez elsősorban az akkádnyelvű szövegek esetében derült ki, ugyanis amikor megfejtették, ugye voltak kétnyelvű szövegek, a neveket ki lehetett következtetni, tehát voltak biztos megfogható alapok, és az úgynevezett szillabáriumokban találtak sumer akkád szótárt. Ez sokat segített aztán. És akkor azt mondta egy bizottság, hogy na megnézzük, hogy jó működik-e ez, amit itt beszéltek, ezért egymástól függetlenül 4 kutatónak elküldték ugyanazt a szöveget, akik nem tudtak egymásról, és akkor bizonyos hirtelen visszajöttek a megfejtések, és mit tesz Isten, szinte ugyanaz volt. Tehát jó a módszer, jó a rendszer, jól hangzósították, ezt azoknak szoktam elmondani, akik kétkednek, hogy hát itt mennyi bizonytalanság van. Az más kérdés, hogy amikor a sumer nyelvnek a jeleit átvették a hódítók, akkor ők először is csak 4 magánhangzót használtak, ezzel leszűkítették a sumer hangalak mennyiségét, illetve magánhangzó számot, és ezért rengeteg azonos hangalakú szó jött létre ezekben az átírásokban. Olyan, mint amikor magyarul azt mondjuk, hogy R1, R2, R3, R4, ugye ez egy kivételes dolog a magyar nyelven, de most így a sumerban lett 15 azonos hangalakú. Hát kérem szépen, egyet én kimerek mondani Simonyi Károly mérnök tanítványaként, ilyen nyelven beszélni nem lehet. Mert annyi a félreérthetőség. Ezért aztán én magam tettem egy kísérletet, és hát van is egy kis eredmény már, hogy bizonyos törvényszerűségeket figyelembe véve visszaírtam a magánhangzókat, hogy meg lehessen különböztetni ezt a sok azonos hangalakú úgynevezett homonímát, és találtam összefüggéseket, hogy mikor, melyikből mi lehetett. Majd mutatok egy-két példát, de hát ez egy hatalmas munka, és rengeteg segítség kéne hozzá, meg számítógép is, meg minden, de ezek nem egy emberes feladatok. És hát egyelőre itt tartunk, Veronika azt mondta, nem vagy olyan régen, hogy ma már csak 2 ember foglalkozik ezzel a témakörrel Magyarországon, ez azt jelenti, ő meg én. Hát ez nyilvánvaló. Tudnélik, voltak mások is, csak azok már meghaltak, megöregedtek, mit tudom én, már nem járnak el sehova se, és hát így alakult, kérem szépen. Hát az én 2 kollégám is már
Az egyik meghalt, a másik pedig olyan beteg, hogy hát nem jár el már sehova se. Hát mi még bírjuk, hát akkor próbálkozunk, és hát hogyha valamelyik utat, amit kitaláltunk, majd követik mások. Na jó, akkor ezen is túl vagyunk. Elrettentésképpen megmutatom, hogy én melyik könyvhalmazt tartom fontosnak. Ugye itt van Badinyi Jós Ferenc, akiről már volt szó. Nem tudom, hallott-e valaki Tudás Rudolfról, a kanadai tengerészről, aki azért tudott Schumer szótárakat készíteni, meg fejteni, mert a tenger vitte a hajót, hát ott más nem tud csinálni. Ugye ott el volt zárva a külvilágtól, aztán hazaköltözött Magyarországra, én sokat beszélgettem vele, és tanultam is tőle. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület honlapján fönn vannak a könyvei, ingyenesen letölthetők. Ha valakit érdekel, ő odáig jutott, hogy ez a Schumer, ez tulajdonképpen a szkíták nyelve volt, és gyakorlatilag a matematika szótól a kecskemét szavunkig mindegyiket tudta értelmezni ezen a szkíta nyelven, vagyis a Schumer jelentés kapcsán. Ugye fel lehet tenni a kérdést, hogy ennek mekkora a realitása. Én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy valamikor van amikor kevésbé, de ez is egy olyan út, amit ki kell próbálni. Tehát én nem vagyok ellene. Én egy másik utat választottam, mert azt tartom valószínűbbnek. Tehát itt még biztosat igazándiból nem kevesen mernek mondani. Aki azt mondja, hogy biztosan így van, az valószínű 5-10 év múlva kénytelen módosítani az álláspontját. Na akkor itt van ez az Anton Deimel névvel feltüntetett sorozat. Ő a Pápai Bibliaintézet egyik professzora volt. Ő neki az volt a mániája, hogy lehetőleg minden Schumer írást tekintsünk séműnek, akkádnak. És majd mutatok példát, hogy milyen módon tette ezt. Hát azért annyit elárulok, hogy a Vatikán, meg az egész mai Bibliát hirdető társaság a saját bankjával és egyéb problémáival együtt, hát nem egészen a turáni népeknek a barátja. És hát ezekben a művekben is ez megfigyelhető. Most itt egy csomó más szereplő is van, ezt nem akarom annyira hangsúlyozni. Kiemelném még Götz Lászlót, nem tudom, ki hallott róla. Igen, Bécsben írt. Igen, hát te ismerted. Én sajnos már nem találkoztam. Korán meghalt sajnos. Igen, ugye akkor kezdtem a Zürichhez járni, amikor már ő nem járt. És a Keleten kél a nap című fantasztikus művében megírta az indoeurópai nyelvvel, illetve az etimológiai nyelvészet paródiáját. Fantasztikusan unalmas könyv, de lényegre törő, és elmondja az összes problémát. A Püski kiadó úgy jelentette meg, hogy összevonta a köteteket, de hát a kötés úgy sikerült, hogy nekem is úgy, mint ez a szótár, ami több darabban van, mert hát nem bírta azt a vastagságot a kötés. Így aztán csináltam magamnak egy másodlagos tartalomjegyzéket, hogy mik azok az oldalak és azok az állítások, amiket érdemes kiemelni. Mikor elmentem a nyelvészek egyik konferenciájára, elmondtam példákat Götz Lászlót idézve. A nyelvészek zavarukba azt válaszolták, hogy nem értik a kérdésemet. Na, hát akkor én nem hagytam, fél óráig ment a harc. És akkor egy kolozsvári nyelvész elmondta olyan szakszavakkal az én kérdésemet, amit muszáj volt megérteni. Elmondom a végeredményt. Ebből következik, hogy számomra a mostani nyelvészet nem tudomány. Ugyanis kiderült, hogy ők törvény alatt olyasmit értenek, ami alól van kivétel. Tessék elgondolni. Tehát azt most idegen szóval kell, hogy beszéljek, tendencia. Az csak egy irányvonal. Nincs bizonyítva. És akkor azt mondta, hogy mi így gondoljuk. Erre még mondtam, akkor a nyelvészet nem tudomány. Jó napot kívánok. Befejeztük. Tehát nyilvánvalóan ez nem kaphatott sehol se teret, mert az nem felel meg se a nyelvészeknek, se a politikusoknak. Ez a két társaság a legnagyobb ellensége a józanésznek. Jó. René Labáról már volt szó. Krámer úrról már volt szó. És akkor itt van Kovács Sándor, aki arab szakos is, ő tanított minket Schumer kultúrtörténetre,
és nagyon fontos dolgokat mondott el, olyanokat, amiket még Veronika se hallott soha, mert nem tanulmányozhatta az arra forrásokat, mi meg az ő révén azért igen. Itt van még Mandis György, aki a Rovott múltunk című rovásírásos lexikonában 2000 oldal. Én úgy tudom, hogy öten vagyunk az országban, akik elolvasták. Az egyik a szerző, a másik a felesége, a harmadik én vagyok. Még van két ember, aki tanulmányozta. De a lényeg, hogy ebben rengeteg dolog benne van, én mindig csak föllapozom, hogy ő mit mond. És akkor az úgy nagyjából az addigi 2012-ig tartó időszaknak azért egy jó irodalmi összefoglalása. Veronikának a könyveit most nem sorolom fel, mert ő már volt itt előadóként, de itt van az ékírás története is, és ugye a sumír kultúra története, ezek azok, amelyek igazán fontosak, és melyekből mi is építkeztünk. Ugye én Simonyi Károlytól tanultam a Műszaki Egyetemen, ő azt mondta, hogy nem tantárgyakat kell tanítani, hanem kort, vagyis egészben mindent, ami akkor volt, és akkor megértjük, hogy mi történt, miért történt, milyen új felismerésekre jutottak, mi volt a hit és a tudomány és a vallások kapcsolata, de az úgy meg lehetett érteni, hogy miről van szó. Középiskolában meg volt matekor, akkor mit tudom, tanultuk a középkort, a irodalomórán már az újkort, történelemből meg az ókort vettük. Tehát nem áll össze a dolog, meg hát egyszer annyi mindent nem lehet fejben tartani. Megemlíteném még Szabédi Lászlót, aki a kolozsvári Bolyai Egyetemnek volt az egyik vezetője, és hát amikor abból Babes Bolyai lett, akkor ő nem tudott mit kezdeni a sorsával, és hát öngyilkos lett. Őnek az egyik legfontosabb műve a magyar nyelv őstörténete, és tulajdonképpen komolyan foglalkozott az indoeurópai nyelvek és a magyar nyelv kapcsolatával, ahol azért nagyon fontos összefüggésekre világított rá. És akkor tulajdonképpen most egy picit ugrok, van egy kedves kollégánk, Bíró József, aki az ősszabír elméletével tulajdonképpen ebbe az irányba mutat, azt mondván, hogy az igazi magas kultúrák, most Egyiptom, Mezopotámia, Indus-völgye, sőt még Anatólia is, ezek egy birodalom voltak, tehát kulturálisan, műveltségben, mindenben, és azért van annyi hasonló megközelítés, elem, sőt még az Isten világban is mindenben, mert ez valamikor egy egységes szemlélet, egységes birodalom volt, és tulajdonképpen itt most ebből ragadta ki az indoeurópai és a turáni jelvek kapcsolatát Szabédi László egészségre. És ez nagyon érdekes, és akkor ugye itt vannak az én műveim is, ugye itt hoztam is belőlük, főleg a tatárlakai leleteknek a csillagászati és mezopotámiai nyelvű értelmezése, meg az akadémiai tudomány és a nemzeti oldal 50-50 tévesztése. Most mielőtt valaki megvándolna, hogy micsoda nagyképű ember ez, hogy ilyeneket mer mondani a nagy professzorokról, ezt nem én mondom, ezt a nyugdíjba vonult professzorok mondják egymásról. Tehát László Gyula, Makkai régész kollégánk és Mandis György, én csak összefűztem egy rövidebb kiadásba, és megszereztem az egyik nagyotmondónknak a levelezését, és kiderült, hogy ő kikkel levelezett, az összes szenzációs, de téves ilyen lelet, meg információ ebből a körből származik, ezt itt a Tények azokban Makas Dogó című összefoglalomban leírom, ezt nagyon nem szeretik sehol se. Hát nem is csodálom, mert óriási trükkök és csalások szerepelnek ebben. Ezt mondhattam el legkevesebb szer, valahogy mindig valaki megsértődött. Pedig hát... Ez igazság. Igen, hát sajnos így van. Azt, hogy igazság, még én ezt nem merném mondani, hanem tekintélyes professzorok nyugdíj után így látták. És azért nagyon sok benne az, ami valós. És mondom, hogy megszereztem ezt a levelezési hagyatékot, ez egy békéstabai Székely Góbénak, Pataki Lászlónak a hagyatéka volt. Hát legjobban a békéstabaiak neheztelnek, amikor ez szóba kerül.
Most nem tudom, hány év után végre úgy néz ki, el fogom érni, hogy hívjanak meg Békés Csabára, és akkor beszéljük meg. Mert őnekik megvan ez a hagyaték, csak ők ezt nem hozták nyilvánosságra. És amikor én ezt elolvashattam, akkor igazolva láttam az összes addigi dolgot. Jó, ez egy kis kitérő volt, ez is az írásokhoz is kapcsolódik, mert hát a Margit-szigeti rovás felirattól kezdve a rovásírás tiltó Szent István rendeletig sok minden előkerül. Vagy az Arvis úrának a olyan részét is érdemes azért végig gondolni, ami nem az eredetibe volt benne, hanem csak valahogy oda keveredett. És tehát, hogy ez hogy történt, erről is vannak érdekes adataink. Ha valakit érdekel, ez tulajdonképpen egy szórakoztató előadás, mert ott igazándiból szomorúnak kéne lennünk, hogy ez megtörtént. Jó, a tárcoktetői leletek is, minden benne van. De ezt valahogy nem szeretik a tekintélytisztelő bölcsészek, hát legyen az ő bajuk. Na most bemutatok egy finn kutató testvérpárt. Egyikük Mezopotámiával foglalkozik, a másik Indus völgyével. Sokat tanultam tőlük, dacára, hogy a legnagyobb művüket, hát a Sumer témái művet nem sikerült megszereznem, Magyarországon nincs meg. Hajlandó lettem volna kifizetni a 200 ezer forintot a két vastag kötetért, de így se álltak szóba velem. Tehát egyelőre megy a küzdelem, hogy valahogy megszerezzem. 2016-os, hát most már ide lett volna beszerezni a könyvtáraknak. Aki tud segíteni, megköszönöm. Egy év után Parpola válaszolt, de aztán nem megszakadt megint a kapcsolat. Tehát, hogy én ezt valahogy kifizetném neki. Na, itt van ez a könyv, amiről már beszéltem, az Akadémia és a Nemzeti Tudomány különböző ilyen tévútjai. Csak azért mondom, hogyha valaki végignézi a Szecsei Miklós YouTube oldalán az egyes filmeket, én most tájékozottam. Hát először vagyok itt, illik nézni, hogy mi történik. És találtam egy olyan videót, ahol két tekintélyes szakemberünknek a munkáját valaki, nem derült ki, hogy hogy hívják pontosan, de nem, nyomozást nem volt azért lehetőségem, ugye tegnap délután csináltam ezt a részét az előkészületeknek. Nagyon érdekes volt, akkor én ezt gyorsan megosztottam a Facebook oldalamon, ha valakit érdekel, hogy az Áhonyi András Facebook oldal, ott ez megtalálható, és már ma reggelig, vagy 15-en élesen elkezdtek vitatkozni, egymást persze sértegetve, hogy az igaz, az nem igaz. Na mondom, ez az a téma, amit érdemes elővenni, az emberek jól kiordítbálhatják magukat. Na és ennek a részletes anyaga fent van Miklósnak az egyik ilyen YouTube videóján, és ott is kialakult egy vita, egy érdekes vita. Én azt mondom, hogy ilyen vitákat kéne folytatni, de nem megsértődni, hanem megtalálni a közöset, azt elfogadni, és ha valami hibás, vagy valami, azt finoman javítani, hogy egységesüljönnek az álláspontok. De hát sajnos a bölcsészek világában nem ez a megszokott út, hanem a tekintélytisztelet, akkor lehet változtatni, ha a professzor meghal vagy nyugdíjba vonul. Általában így van. Mandis György kollégám is rájött egy-két dologra. A nagyhírű professzor a Magyar Nemzetben is leírta, hogy Mandics hamisítványokkal foglalkozik. Mandics bizonyította, hogy az nem hamisítvány, tehát teljes mértékben neki van igaza, mert ő nem csak bölcsész, hanem matematikus is. És akkor írta a Magyar Nemzetnek, hogy szeretne válaszolni. A válasz az volt, hogy nem lehet. Tessék elképzelni, ez nem régóta. Most akkor Magyarországon hol van itt sajtószabadság, vagy bármi? Hát sehol. Én vagyok az egyedüli szószólója, aki azért Mandicsot megvéd. Ugye teljesen igaza van. Én még megkerestem azt a professzort is, aki hát ezt a vádat megfogalmazta. Ő nem tudta, hogy én ki vagyok. Én viszont jó referenciákat adtam, és akkor ő bevallotta, hogy hát igen, hát ez nem van egyszerű. Mondom is, hogy lehetne ezt igazolni? Azt mondja, van erre egy eljárás, tinta mintákat kell venni, több millió forintba kerül, azt mondja, erre úgyse ad senki se pénzt, tehát mi most nem fogjuk a véleményünket ezért megváltoztatni. Tehát elismerte, hogy ez egy régi
beidegződés alapján kialakult vélemény, hogy ezek a Cicero kódexben meglévő rovás feliratok, gyűjtemények, ezek nem biztos, hogy hamisítványok, meg ugyanarról a témáról többféle írás stílussal több példányban lehet olvasni, és ezek a magyar történelem számunkra mondjuk úgy, hogy elveszett, eltitkolt pillanatairól szólnak. Állítólag az uralkodókat ezekkel a regősök által énekelt szövegekkel tanították meg a magyar történelemnek a menetére, ugye már rengeteg olyan uralkodó volt később aztán, aki hát nem magyar közegben nőtt fel, na most finoman fogalmazta. Na mindegy, ez is egy nagyon érdekes olvasmány, szerintem minden nap két oldal elolvasása elegendő, az ember vagy elalszik, vagy pedig elgondolkodik a problémán, tehát nagyon olcsó altató helyett, tehát ha valakit érdekel, van belőle. Na itt van Kovács Sándor miskolci előadás sorozatából származóan egy összeállítás, ahol én táblázatban mérnök vagyok, hát mit írjak 20 oldalt? Egy oldal táblázat, mindenki látja, aki nem látja, az meg foglalkozom mással, az nem alkalmas erre a területre. Tudnélik, összekeverik a mezopotámiai városok Sumer és Akkád neveit, nem fogják fel, hogy mi a különbség. A kutatók, tessék elképzelni. Hát kérdés, hogy alkalmas-e valaki kutatásra, aki nem tudja megkülönböztetni, hogy ez egy ősi Sumer név, vagy egy későbbi, mert ebből óriási kavalkád van aztán később. És majd erre mutatok példát, hogy ez mit jelent. És ez a Kovács Sándor, ez szépen nekünk egy fél éven keresztül ezt tanította. Hogy az Isten nevek hogy alakulnak, melyik hogy mondja, miért, honnan vette át. Tehát tulajdonképpen olyan, mintha, amit mi jobban ismerünk, a görög és a latin istenvilágot és a mitológiát beszélnénk, csak nekünk ez közelebb van, mert a középiskolában ezt tanították, nem a magyar mitológiát, meg a mi ősi dolgainkat, hanem a hódító indoeurópaiaknak a történetét, aminek egy jó összepeste kitaláció természetesen. Na és ugye ez azért érdekes dolog, mert itt van például Babilon városa, amelyiken vitatkoznak, hogy mit jelent. Ugye Bábili, az ég kapuja, tehát a följárás a felső világba, ezt lehetne mondani. Na ennek megtaláltam a Sumer nevét, az ősibb Sumer nevét, az úgy szól, hogy Ka Dingirra, vagyis ugyanezt jelenti, csak Sumerul. Tehát, hogy Isten szája, az ég kapuja, tehát arról van szó, hogy a felső világba vezető útról van szó, és hogy ki ennek a városnak a főisten. Most nagyon érdekes, mert ez a Babilon, ez nem a sumer időknek a jellemző városa, hiszen a főistene Marduk, az olyan, mint Zeus, mondjuk ugye a görögöknél, tehát egy diktátor, mindenkit kinyír, lopcsal, hazudik, szóval, ahogy Zeusnál megszoktuk. És itt ez a Marduk, az már csak Enki istennek valamelyik ilyen gyermeke, egy későbbi valami. És a legősibb városokat így érdemes kikeresni ebből a táblázatból, amiket szinte alig ismerünk, ugye? Mert ott van ugye Szippár, azt még szokták mondani, de hát az Sirburlaki, a bőséges fény otthona. Tehát az egy egészen más beszélő név. És ehelyett mi ezt a vacak Szippárt használjuk, mármint nem én, hanem általában. És ennek a főistene viszont már a napisten, Utu. Na de mit mondanak erre a drága jó indoeurópai kutatók, hogy az Sámás. Sámás sokkal későbbi változata ennek a napistennek, tehát összekeverik az isteneket, a városokat, és a végén mindenki indoeurópai sémi lesz. Ez körülbelül a nyugati tudományosságnak a eszenciája, és ezekkel az anyagokkal, amiket én is elővettem, tehát azt bizonyítom, hogy ez nem egészen így van. Tehát ez egy érdekes dolog, de mivel a téma kevés embert érdekel, nekem hát olyan alaptájékozottság kell hozzá, mondjuk én azt mondom, hogy legalább 3 év, hogy ezt megértsük, hogy remélem azért, hogy ez a kísérlet, hogy én most elmondom ezt 1,5 órába, 2 órába, azért valamit átad ebből. Ezt meg kellett tanulni 10 év. De hogy el tudjam úgy mondani, hogy érthető is legyen, ez már külön szakma.
Na hát ezt tanulom most, de hála Istennek én Montág Imrétől is tanulhattam retorikát és beszédművelést, aki a színészeket tanította, hogy fölemelem a hangsúlyt, a hangerőt lehalkítom, ha valaki elalszik, ránézek, hogy meglegyen a kommunikáció a hallgatósággal, köhögés közben mézes teját iszom, és így tovább. Meg hát az ember igyekszik szórakoztató is lenni. Most azt nézem, hogy igen, ez is elázott. Azért hoztam egy ilyen kis táblácskát, ez már későbbi, 2500 körülnek mondják, de ez se biztos. Ez inkább ilyen ékjelekkel írt szöveg Eblából, hogy tessenek látni, hogy körülbelül ilyen dolgokról volt szó, menjen körbe. Hát ezt odakint Irakba árulják, ez olyan filléres dolog, de hát... Szuvenír. Igen, szuvenír. Úgy van az egyiptomi dolgokkal is, ugye, hogy Kleopátra feliratát, ugye az egyiptomi hieroglifákkal leírva. Szóval érdekes dolog, de érdemes megnézni, mert akkor mégis látjuk, hogy mi ez, meg hogy azokat a ékecskéket hogyan használták, hogyan írtak. Ennek már semmi köze a ősi sumer képjelekhez természetesen. Na aztán ugye, hol volt a nagy zikkurát, tehát a bábeli torony, ugye? Hát úgy néz ki, hogy ez se ott volt, ahol mondták, hanem az én megfigyeléseim szerint is ez Eridu-ban volt, és ott tényleg találtak egy óriási zikkurát alapot, amit már nem építettek fel, ugye hát tudjuk, hogy a történet lényege az, hogy az emberek nyelve szétvált, és mi történt? Hát az Istennel akart versenynek elni. Erre csak annyit tudok mondani, frászt. Az történt, hogy volt már egy özönvíz, és ha építünk egy magas várat vagy tornyot, és ott van megfelelő víz és élelem, akkor túl lehet élni a vízözönt. Tehát, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen túlélési központ lett volna, de hát ezt az akkori papság nem így gondolta, mert hát nekik nem volt szimpatikus. Se Nimród, senki nem volt szimpatikus, csak a saját hazudozóik. Sok ilyen van a bolygón, ez a túlélő, igen, magasságokban igen. Lévő barlangok. Így van, így én van. Erre a következtetés. Gratulálok, így van. Hát ezek teljesen logikus dolgok. Na akkor nézzük, hogy a sumer elnevezés honnan jön. Mit tetszeni gondolni, a sumer szó az sumer szó? Nem. Azt kérem szépen egy sémi szó. És azért találták ki, mert a Bibliában szerepel Sinear földje, és a Sinear meg a sumer, ugye a másodhangzó váz az nagyon hasonló. Na de nem ez a baj. Ezt onnan találták ki, hogy volt egy törött felirat a Bezold táblán, aminek az első szótagja az su vagy szú. Hát akkor az okosok, ilyen Oppert és hasonló nyugati tudósok kiegészítették sumerára, hogy a sineára hasonlítson. Ez egy tipikus manipuláció, ezt alkalmazzák a bölcsész tudósok. Errefelé én utána jártam és kimutattam, hogy jó, legyen az első su vagy szú, mind a kettő helyes, tehát a jelet megfigyelve, de a meből lehet bi, a ri az maradhat, az imből lehet tu, és akkor subiritu vagy subartu, így van, ami mutatja, hogy sémi. Igen, és akkor ennek a megfelelő hangalakja sumerul, itt van a szótárban, most nem fogom elővenni, mert ha tanfolyam hallgatói itt lennének, akkor rajzolnék. Subirki vagy subirki, ez pedig Észak-Mezopotám, és ez már a Szabir kérdésre világít rá, és ugye múltkor volt egy ilyen Szabir konferencia, ahol ezt megbeszéltük. A Csillaghegyi Attila Hotelban ott szoktak ilyeneket, ugye a Várdosi Ferinél. Na és akkor tulajdonképpen itt megint összeérnek a szárak, és mint mondtam, Bíró József ősszabir elméletéhez is eljutottunk. Ugye ezek most csak ilyen slágvortok, gondolatmenetek. Eddig is már mutattam, hogy tessenek látni a problémát. Az a baj, hogy ezek a kiváló bölcsészkutatók, ezek nem olvasnak szöveget, egyértelműen azt, amit a leíró akart, hanem fejtenek. Hát kérem szépen, lehet így kommunikálni, hogy fejtek, mint a Fülesben, meg a nem tudom milyen rejtvényújságokban? Hát mi mérnökből lett bölcsészek, mert azért tulajdonképpen azok lettünk, mi azt tűztük ki célul, hogy azonnal is jól elolvassuk, hogy mit üzent. Na, amikor ez a szándék megszületett, abból már rengeteg probléma adódott, mert
hát kiderültek turpisságok, ugyanis hát így könnyű azt olvasni, amit előre eltervezek, hogy vannak úgynevezett szócsoport meghatározók, hogy megmondják, hogy mi a témakörről van szó. Szóval, ugye az egyiptológiával foglalkozók tudják, hogy vannak ilyen jelek, hogy ez most emberek, állatok, városok, és így tovább. Akkor, hogy azért tudjuk, hogy a sok hasonló, nem annál jelnél megtalálható hangolak közül melyiket vegyük, ezért egy ilyen fonetikai kiegészítőt oda tesznek, hogy amit ismernek az emberek, hogy na ezt a hangalakját vegyétek, mert itt most ez kell. Tehát itt mindenféle trükkök van. Akkor van az indexelés, ami R1, R2, R3, R4, itt a Lu1, Lu2, Lu3, Lu4 ugye a Sumerban. Tehát mindenféle egyéb trükkel végül is, hát azt olvasnak ki, amit akarnak. Most én megmondom őszintén. Én meg ilyenkor azt szoktam mondani, hogy 2-3 sörér én meg kiolvasok valami mást, amit kér a kedves megrendelő. Bárkinek a nevét én sumerul értelmezem, semmi alapja nincs, de jó hangzik. Az is csak 2-3 sör, még az infláció nem olyan magas, nem emeltem még árat. Nekem 15 percbe telik, de előtt a 15 év munkát azt nem számoltam bele. Na nézzük meg egy példát, ami mutatja, hogy micsoda csalások történtek. Ibn Sári Akkád írnok szerepel ezen a táblán. Az a probléma, hogy nekem ez elsőre hát sumer jellegűnek is tűnik. Tehát meg kéne vizsgálni, hogy ősi-e vagy ősibe vagy sem. És akkor itt mutatja, nem tudom mennyire látszik, a 4-es számban jelölt kolumnában, tehát oszlopban látható ez. És addig forgattam, nézegettem, míg azt mondtam, hogy meg kéne nézni, hogy hogy lehetne ezt másképp hangzósítani, ezt az írnok nevet. Mert mit keres egy senkiházi írnok neve egy királyokról vagy istenekről szóló táblán? Hát semmit, nem? Itt valami gyanús volt, és akkor, hát jó, ez hetekig kellett vele szórakozni, kiderült, hogy ezt ki lehet olvasni sumérul úgy, hogy Iblimulugál, tehát ugyanezeket a jeleket, az pedig azt jelenti, hogy a négy világtár királya, vagyis az uralkodónak a címe. Ugye hát a magyar uralkodó volt Jeruzsálem királya is, ugye volt egy ilyen címe. Hát mondtam, hogy uralkodóknak így van, és ugye ez az Iblimulugál, akkor ez már azt jelenti, hogy ez akkor lehet, hogy sumer ez az egész szöveg. Na most előtte ott van ez a Sárkálisári, hát ezt én megnéztem, hogy ez Szargon Lugál, tehát Szargon királyról van szó, ugye azt tudni kell, hogy Szargon volt az első hódító sémi uralkodó, aki híres is volt, aki azért még őrizte a sumer hagyományokat, meg ő intézte azt, hogy vegyék át az írásjeleket, tehát az ő korában intézték. És így az egészet sikerült úgy elolvasni, hogy ez értelmes volt, nem került bele az írnok neve, és Szargon királynak egy sumerul is dicsérő feliratát mutatja, tehát megpróbálta a sumer lakosságnak bemutatni, hogy ő milyen fontos személyiség. Ugye a hódítók is szoktak magukról írni ilyen szépeket, és ez egy olyan felismerés volt, ami mutatja, hogy érdemes a séminek tekintett feliratokat visszaírni és megpróbálni értelmezni ősi nyelven is, hát ha valami értelmesebbre jutunk. Mert ez így egy akkádosítási kísérlet, illetve hát csalás, így mondanám. Azt hiszem Pritchard könyvében van meg. Na mindegy, ilyen aprósága, hát ez mondjuk, hogy hetek munkája, amíg az ember egy ilyenre rájön. És akkor itt mutatom be, hogy a Ni és a Limmu, az két különböző jel, de van egy olyan változat, és most a részletekben nem megyünk bele, itt látható, ahol a 231-esnél mondjuk úgy, hogy döntve van ez a kis, mondjuk azt, hogy kenyértartó dolog, vosárka, egy háromszög és egy vonal, és a négy esetében pedig 90 fokkal elforgatva, most ebben nem megyünk bele, majd később kitérek mindenre, és van egy olyan időszak, amikor mind a két jelre használták ezt. És ezért lehetett megcsinálni ezt az idézőjelbe vett csalást, hogy a drága jó írnok nevét olvasták ki a királyt jellemző, dicsérő cím helyett. Na jó, hogyha valaki mondja, hogy ez unalmas, és hogy ilyen részletekről mi beszélünk, hát
ezt a témát választottuk. Nincs jobb mára, tehát tessék kibírni, de azért szerintem ez érdekes, hogy az emberi agy milyen nyomozásra képes, mert ebben ez az izgalmas, hogy hogy lehet leleptezni, lásd ott az 50-50 példát, az ilyen félresiklásokat. Na jó, egy kicsit most pihenő dolgok jönnek, így néz ki ennek a René Labá úrnak az epigráfiai kézikönyve. Azt lehet látni, hogy a jelek különböző időszakban vannak a bal oldalt, jobb oldalt ugye a késői ékjel, és utána hangtani értékek, meg össze-vissza keverten a sumér és az akkád olvasatok. És mellette a francia jelentés. Tehát ebből a halomból kell mindig válogatni, és hogyha egy jelet keresünk, mi egy ősibb jelet, akkor az egész szótárat végig kell lapozni, mert nem a képi tartalom szerint van rendezve, hanem az ékjelek formai sajátságai szerint, hogy egy függőleges, két függőleges, három, akkor vízszintes be, akkor a ferdék, stb. Tehát ez a késői sémi nyelvű feliratok olvasásához készült. Csak szerencsénkre ez a René Labá egy becsületes ember volt, és oda tette a sumer jelek változatait is. Ennek köszönhető, hogy valamit tudunk kezdeni, ha ez nem lenne, akkor reménytelen a helyzet. Egyes is minden fordítás ferdítés, nem? Valamennyire. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy egyetértek, igen. És akkor itt van, hogy én mit csináltam, hát először is öt szótárból összeszedtem a jelentéseket az egyes képi tartalmakhoz, és ebben az öt szótárban benne van az Istenek szótára és a csillagok szótára, a Planetarium Babylonicum, illetve a Pantheon Babylonicum. Ezeket nem szokták forgatni, ezeket én németből lefordítottam, és én ebből élek a kutatásban, hogy én ismerem a csillagászati hátteret, mert azért akkor mindennek ez volt az alapja. Ez ellen sokan úgy védekeznek, hogy ők ezzel nem foglalkoztak, mert nem tudnak franciául, és nem értenek a csillagokhoz. Ugye a bölcsészek között elég sok ilyen van, hát sajnálatos módon el kell, hogy mondjam. Én már tartottam bölcsészeknek természettudományos alapok címmel bevezető előadást, élvezték. Tehát az arról szólt, hogy ők is mindent tudnak, csak nem így jár az agyuk. Ugye? Hát erre kellett a legtöbbet készüljek életemben itt előadásra, hogy ne legyen sértő, de mégis tisztázzuk a dolgokat. Majd mutatok példát, ha egyesek azt gondolják, hogy túlságosan nagyképű vagyok, akkor az a válaszom, hogy nem. Sajnos, ez realitás. Na nézzünk tovább. És akkor mit csináltam? A hasonló képi tartalmat, bemutató jeleket egymás mellé tettem. Tehát ha keresünk egy olyan jellegű jelet, amiben kettőség van, két párhuzamos vonal, vagy duplán valami, vagy így, vagy úgy, akkor az összes ilyen jel a René Labá kézikönyvből ide ki van véve. És aztán, hogy háromszöget tartalmaz, hogy ezt tartalmaz, stb. És akkor a hasonló jeleket látva egymás mellett azonnal megmondom, hogy ez az a jel. Nem kell az egész szótárt véglapozni. 20 év telt el, mire a bölcsészek elismerték, hogy van értelme ennek a munkának. Én 3 éve dolgoztam rajta, akkor kaptam az első szót, hogy hát igen, mégis ennek van értelme. Meg voltam adódva, hogy idáig eljutottunk. Na akkor mire lehet ezt használni? És itt jött a visszavágás, hogy ugye nem akarták elismerni a mi rendszerező munkákat. Vannak olyan ősi táblácskák, ahol hát olyan jelek fordulnak elő, amik nincsenek benne a szótárban. Hát most mit lehet ezzel kezdeni? Ugye, hát hogy olyan ősi, hát ez csodálatos ritkaság. Mi pedig azt mondtuk, hogy hát ez gyanús, hogy ennyi ilyen került elő egy helyen, akkor itt volt valószínűleg az írnokiskola, és az írás tanuló írnokok, ugye hát azok nem tudnak még mindent, úgy próbálkoznak. És akkor a törött táblákat ott találták meg, tehát ez az írnokiskolának a szemétkosara volt, ahol ez előkerült. Na de ezt kimondani, hát ez szemtelenség, megint egy mérnök, hogy szól bele a bölcsészek dolgába. Na akkor elkezdtem vizsgálni ezeket, amelyeket ők megfejtettek, hogy ilyen istenek vannak rajta, ilyen uralkodók, ez történt, szokásos történet. Én meg mondom, nézzük meg, vajon lehet-e valami másfajta rajtuk. És akkor itt például ebben az esetben ki tudtam mutatni, hogy az úgynevezett homonímák, tehát a Lu1, Lu2, Lu3, ezeknek a hangalakoknak a gyakorlása lehetett a feladat az iskolában, hogy felismerjék a írnokok, hogy most ez a Lu, de melyik Lu, a
az embert jelentő, vagy a mást jelentő, tehát hogy tudják kezelni írásban ezeket a nehézségeket, és lám úgy néz ki, hogy ez is a feladat lehetett ezen a kis táblácskán, és hát ezen olyan jelalakok vannak, amelyek nem a megszokott szabályos alakok. Vagy itt van egy másik ilyen eset, ahol először én is próbálkoztam ugyanezzel a módszerrel, de nem volt teljes. Viszont, és hát most itt csak bemutatom, itt lehet látni, ugye itt ez is egy ilyen ág, és ilyen felszálló valamik vannak. Itt ez is egy ilyen ág, és ilyen növényszerű valamik. Tetszenek látni a kurzort? Nem. Akkor azt csak én az látom. Az a gabonafélem? Igen, ott, tehát most föl kell, hogy álljak, más nem tudok tenni. Tehát ugye itt van ez a gabona, akkor balra fönn ugyancsak egy hasonló, tehát így ilyen növény, fa és így tovább. De még hogyha úgy nézem, akkor ez is, ami kezet jelent, ugye balról a harmadik fent alul, az is ilyesmi fölszálló ága. Tehát ezek a jelek valamilyen formai hasonlóságot mutatnak, és valóban itt leírom, hogy a semag, gínád, nun herceg, ugye valami az is hasonló jel, és a su a kéz, ezeket kellett gyakorolni, hogy megkülönböztessék jelformailag. Mert ugye ezek tényleg közel vannak formailag, meg olyasmi, hogy bizonyos jeleknél, mint előbb is mutattam, két jelnél szinte ugyanaz a képi megjelenítés figyelhető meg. Jó, mutattam egy-két érdekességet, ugye, hogy lássák, mivel foglalkozunk mi, akik azért próbálunk belemélyedni. Ez Anton Deimer Schumer nyelvtankönyvének az egyik gyakorlata, ezen most nem lehet látni semmit, ezért én ezt kinagyítottam. Itt jobban lehet látni, na most nem megyünk bele, hát ezt természetesen jelenként leellenőriztük. Hát, mi nem bírjuk elviselni, hogy megmondják, hogy mi van odaírva, mi megnézzük. Mit tesz Isten, kiderült, hogy nem az van odaírva. Egészen más van odaírva. Ez az a Deimer-féle akkádosítási kísérletek egyike. Tehát azt mondta, hogy sári sár, az sumerul lugál uru, vagy akkádim ki, az agade ki, tehát ezek meg mind sumerul is értelmezhetőek, de a sumer hangalakot kell kiolvasni, mert az van odaírva. Nem folytatom, hogy ugye utu helyett sámást ír, ez a Deimel Páter, Szippárin, tehát a város névéről már volt szó, az Utkibnum ki, ugye az Sumer neve az, és a végén az Isrukot írta, ami a felépítést jelenti, ott pedig Sumerul szerepel ugyanez a felépítés, Amuru. Tehát mi történt? Anton Deimel tudván, hogy nem lesz olyan őrült, kivéve a mi csapatunkat, aki jelről jelre leenőrzi, és odaírta a Sumer szöveg akkád fordítását. És sémivé nyilvánította a szöveget. Hát ekkora csalást a pápai Biblia intézet vezetőjétől, hát most tessék. Hát ezért nem szeretnek minket, hogy ilyeneket mondunk. De Badiny is felhívta erre a figyelmet. Hát Badiny is felhívta, de ő is beleesett abba a csapdába fordítva. Ő meg akkád szövegeket sumérosított. Tehát egál. Tehát a végeredmény jó lett, mert volt erre is torzítás, arra is, úgy összességében körülbelül jó lett az eredmény. Ugye, ezt most viccesen mondom, de sajnos így van. Na, és ezt a felismerése nagyon szeretik, és hát ennek a nyelvtani kézikönyvnek a fordítói se vették észre ezeket a turpisságokat, amiket mi. Jó, hát tudva levőleg Mandis György matematikus, Révész Péter számítógépes szakember, én villamosmérnök vagyok. Hát mi persze egy kicsit másképp gondolkodunk, mint a klasszikus bőszések, és 25 év után már nincsen tudás előnyük. Már addig elfogyott. Mit tesz Isten? Na, tehát, hogy ilyen problémák vannak, hogy a sémi, indoeurópai és turáni népek harca megjelenik ugyanilyen értelmezési kísérletekben. A másik ilyen érdekes példa, Szubát királynőnek a csodálatos szépségű, nem tettem ide az ábrát, hiba, egy csodálatos szépségű rekonstrukcióban láttuk az ékszereket, az úri királysírba. Itt az a harc ment, hogy miért hívják ezt a személyt, ezt a királynőt Puabinak, a
indoeurópai és sémi kutatók. Nem megyek bele a részletekbe, mert azért ez fárasztó lenne, hogy megint jelenként itt vacakolódunk. Ugyanaz történt, mint amit már egyszer említettem, hogy egyszer csak lefordítottak valamit más nyelvre, mert ez a szubád valami olyasmit jelenteni, hogy az atyát tisztelik. Tehát ez egy beszélő név. És ez a puhábi ugyanazt jelenti sémi nyelven. Tehát megint csak lefordították, és teljesen jogos, hogy ők azt a nevet használják, mert az ő nyelvükön azt fejezi ki azt a tartalmat, ami az uralkodót jellemzi. Tehát nincs olyan probléma, hogy kitaláltak egy nevet, hanem lefordították, és ők azt használták. Tehát én szerintem ez egy megnyugtató válasz. Senkit nem sértünk vele, mindenki meg lehet vele elégedve, és akkor is, ha úgy tagoljuk, hogy pu-ab-i, vagy pedig úgy, hogy pu-a-bi, mind a két esetben meglepő módon körülbelül ugyanarra a jelentés tartalomra jutunk, és logikus, hogy ők így hívták. Kérdést lezártuk, mindenki meg volt elégedve, itt senki nem sértődött meg. Én szerintem így kéne mindennek a végére járni. Itt van az Enuma Elis című teremtés mítosz, ugye ez magyarul azt jelenti, hogy midőn fönn, ugye a Hermész Trismegistosi elv, amint fent, úgy lent, és amint lent, úgy fent, stb. És ugye hát látható, hogy ez késői ékjelekkel van leírva, méghozzá balról jobbra. Látjuk az Enuma Elis, tehát stimmel a dolog. És hát természetesen itt is jogos, hogy megnézzük, hogy sumerül lehet-e ezeket a dolgokat értelmezni. Láttunk már példát ide, innen, oda, onnan, ide is. És én azt mondom, hogy meg kell próbálni. Hát ez a természetes. Azonban ezek az ékjelek annyira jellegzetesen a végső, tehát Krisztus előtti 1700 körül használatos utolsó ékjel változatok, hogy a címnél körültekintőkben érdemes eljárni, ugyanis, hogyha így fordították le magyarra is, hogy midőn fönn, és az Enuma Elis ezt jelenti sémi nyelven, akkor hát ennek sumerul is ugyanez kell legyen a címe, ugye az dimanta sumerul, midőn fönn, mint fenn, és akkor a címmel rendben vagyunk. Na de hát a címet viszont nem érdemes átírni, mert ugye az egy másfajta egységben gondolkodást jelent. Tehát akkor teljesen más dologra jutnánk, és én ezért azt javasoltam, hogy hagyjuk meg a címet úgy, ahogy van, és a részletekbe bele lehet menni, és át lehet írni. Tehát az a kutató saját joga, de a címnél óvatosabban kell eljárni, és hát ezt is tulajdonképpen kutatótársaimnak is javasoltam, mert nem mindenki hangolódott még rá, de még van 20 évünk, tehát lehetséges, hogy egyszer itt is közös álláspontra jutunk majd. Zeharia Sitchin, akinek a testvére a NASA-nál dolgozott akkor, és kiváló csillagászati szakember volt, ő fantasztikus összeállítást közölt, és ugye ennek a teremtés mítosznak a szereplőit is azonosította. Láthatjuk, hogy mindenütt csillagászati jellegű dolgokról van szó. Én odaírtam a mostani bolygó elnevezéseket, a nekik megfelelő sumer vagy akkád neveket, és az istenek neveit, és ugye itt jött egy új ötlet, hogy meg kéne nézni, mert ugye a görög mitológiai rend is erre épül, meg a római is, és bizonyos esetekben nekem sikerült megtalálni a magyar mitológiában a megfelelőket, tehát például Taná, Aranyatyáska és Nemere, ugye ez most a nimródi minőségre utal, esetében is, tehát ezt is érdemes lenne vizsgálni, csak ez megint egy külön ember kéne, és sok irodalmat kell hozzá elolvasni, mert úgy néz ki, hogy ezek az ősi történetek mind összefüggnek. Ezt neked ajánlom a figyelni, biztos tudsz rá példát mondani. Én hogy... csak annyit egészítenék ehhez hozzá, hogy ezzel egy probléma van, tehát próbálkoztak ezt sokan összegyűjteni, de azok a pásztorok, azok a pásztor emberek, akik még ezt pontosan tudták, mert apáról fiúra hagyatékozott,
azok kihaltak. És nem mindent tudtak már megkérdezni tőlük, csak egy egyszerű példa, a tejútnak 32 neve volt. Legalább. Na most ez azt jelenti, hogy minden névhez volt egy mese, ami nem mese volt, hanem ugyanígy istenekkel, személyekkel föltöltött történet. Na most az a probléma, hogy a nevek maradtak meg, az, aki még tudta a mesét, az már nem mondja el a mesét. Tehát itt sajnos egy 100 évet csúsztunk, mert azok, akik ezzel foglalkoztak, azok már nem kérdeztek rá ezeknél az embereknél. Utána, amikor meg rá akartak kérdezni, akkor már nem volt kitől. Igen, egyetértek teljes mértékben, én megpróbáltam Toroszkai Vigand Ede ősi csillagkép nevei alapján tájékozódni. Pontosan ezt ő is hozzáteszi, hogy ez a probléma alapja. Ő gyűjtötte ezeket össze. Teljesen egyetértünk. Igen, és ugye én ezért most újraolvasom Magyar Adorjának az Új Műveltség című könyvét. 1100 oldal, hát nehéz már fölhajtani ezt a könyvet. Ő nem tudom, tizenvalahány törzsünknek a jelképrendszerét állapította meg és elemzi, és rengeteg ilyen történet szerepel. De 108 volt, tehát ezt tudjuk most, ha 17 van meg, akkor megint mit tudunk mondani, a 10%-a van meg. Tehát. És vissza lehet ezt kutatni, csak azért nagyon nehéz, mert nem mozaikot csinálunk, hanem ugye képet. Na most a mozaiknál mit csinál egy bölcsész, tisztelet a kivételnek? Ha nem találta meg azt a mozaik darabot, akkor kitölti az ő dolgaival, ami azért nem valós, mert nem biztos, hogy úgy van. Lehet, hogy ahogy szokták mondani, vaktyúk is talál szemet, tehát pont beletalál, de ez nem biztos. Tehát én ezért mindig azt szoktam mondani, hogy a kirakóst ki kell rakni, de nagyon ott van a probléma a kirakósnál, hogy 10-20%-unk van meg. És nem szabad erőltetni a kitöltést, hanem ugyan, ahogy András is mondja, meg kell hagyni a lehetőséget másnak, és nem biztos, hogy az az igaz, amit én képzelek. Leírhatom, csak akkor odaírom, hogy ez az én véleményem, ez az én olvasatom, de ez nem biztos, hogy így van. Ez majd akkor jön elő, akkor, amikor minden darabka megvan, még akkor sem biztos, hogy jól tudjuk összerakni a dolgot, és jól tudjuk értelmezni. Tehát erre oda kell figyelni, de ez valóban sziszifuszi munka, és hát erre szokták azt mondani, hogy a pap az, ugye jó pap az holtig tanul, én azt szoktam mondani, hogy azután is, mert visszaküldik, és hát ez egy komoly feladat. És ez valóban csapatmunka, úgy, ahogy András mondja, tehát ezt egy ember nem tudja összerakni. Igen, hát nem véletlenül összesen három esetben írtam oda a magyar mitológiai megfelelőt, mert ezeknél láttam elég jó esélyt. Mi Pap Gábortól tanultunk népmese elemzést, asztrál mitológiai alapon. Megvannak annak is a keretei. Én azt mondom, hogy ez esetleg egy jó kiindulás lehet, de hát ott van Gesztesi Albert, aki a görög mitológiát vetette össze a csillagképekkel, megvan a könyve, filozófiai vitakörben mi szoktunk erről beszélgetni, és Bödök Zsigmond, ő is egy kiváló csillagász, felvidéki, ő is összeírta ezeket a történéseket, és Gesztesi még a mesét vagy mítoszt is hozzá magyarázta. Érdekes, a pápának is mindig magyar csillagásza volt valamilyen oknál fogva. De... Igen, biztos, hogy ez az kiít a világ hát, visszavezet. Meg az, hogy mi képekbe gondolkozunk. Tehát igen, ez a lényeg. És aki nem tud képekbe gondolkodni, annak nem mond egy kép semmit. Tehát az mit lát? Egy pontok halmaza. Most abból bármit össze lehet kötni, ahogy az András mondta, bármit kihozhatok belőle, lehet az hal, lehet bármi. Jó, ez egy kicsit túlzás, de elég nagy szabadságfokkal lehet eljárni. De itt is vannak fogódzók, csak hát ugye... Vannak szabályok, persze, csak a szabályok nem ismerete nem mentesít, illetve akkor nyom hülyeség. Tehát ez egy bonyolult dolog, nem javaslom senkinek se, hogy ilyennel foglalkozzon. Rámegy az egész élete, és akkor halál előtt rádöbben, hogy hoppá. Itt még nem egészen jó úton jártam. Igen, nem tudok semmit. Tehát arra akkor jövök rá. Bocsánat, kérdezhetek? Persze. A Tiamat az biztos a Földre utaló? Szóval, hogy mert én azt olvastam egy könyvben, nem biztos, hogy igaz, hogy a Tiamat az egy a Föld előtti bolygó volt, amiből kialakult
az aszteroida ők. Tehát igen, az égbolygón vezet sok minden, persze. És hogy annak a darabjaiból állhatott össze, meg még egy csomó... Meg a Föld és a Hold, tehát ez az az időszak, amikor a naprendszer igen. kialakult tulajdonképpen, igen. annak a modellezése. Erről és ezek mind jelképek. Táblák, pont a szippári a legtöbb ilyen tábla, igen, igen, meg amit vagy fejtettek, vagy nem. Tehát az az igazság, hogy rengeteg olyan van, amit még nem olvastak el. Igen, ugye a 12. bolygó című művében zárja Sitchin ír erről, meg Veronika is foglalkozott a könyveiben, meg a kaposvári Csepregi bácsinak a táblája és kövei is ilyen jellegű ábrákat mutattak, hogy hogy ütköztek a bolygók. Igen. Ugye ezek mind megszemélyisített dolgok, tehát én most csak a Földanyát odaírtam tájékoztatásképpen, mert ugye ez az előtti állapot még. Jogos a kérdés. De hát sokan azt mondják, hogy ez a Földanya mírségre utal. Ez se 100%-osan jó megfogalmazás, csak valahol el kellett kezdeni a megnevezést. Hát azért Földanya, mert ilyen matéria benne van a mater szó, most nem is magyarul mondom, hanem általánosan mondom, tehát miért anyaföld, mert az anya szüli meg az anyagot, tehát az nem vett, hogy anya, anyag, tehát a magyarban ezt végig kell gondolni. Ez egy folyamat. És itt a női minőség a fontos, ugye, mert ő szüli meg. Hát vele van kapcsolatban az ő teste, az ő anyaga. A férfi csak a magot teszi bele, tehát az egy másik történet szükséges, de itt a főszereplő maga az anya. Ugye ezért van anyanyelvünk is, tehát ezért mindig azt számított, hogy ki az anyja. Ja, az anyja ez, akkor ahhoz a néphez számított. Nem az apa számított, mert az apa bizonytalan. Az bárki lehet. Ugye, tehát itt ez a fontos, hogy egy kicsit ezen is elgondolkozzunk, mert tehát sok kicsiből áll össze az egész, ezért nehéz ez a téma, mert tulajdonképpen mindent ismerni kéne ahhoz, hogy legyen erre rálátásunk, és megmerjünk fogalmazni dolgokat, amire azt merem mondani, hogy inkább úgy mondanám, mint az András, hogy talán ez is igaz. Vagy az igazság egyik arca. Igen. Mindjárt adom a szót. Csak ugye mondtam, hogy ez 10 000 oldal összefoglalva magyarul. Hát így kezdhettük el, mert különben reménytelen lett volna. Hát itt is erről van tulajdonképpen szó. És ugye itt látjuk legalul a 12. bolygót, a Nibirut, ez a Sitchin-féle modell, ugye, amely tulajdonképpen ezt a babiloni főisten, Sémi főisten Mardukot jeleníti meg. És ugye ennek azért a sumer változatban Ningirsu vagy Ninurta megfelelő. Most ez a Ninurta, ez pedig már megint a Nimrod hangalakhoz vezet el. Tehát itt mindig átlettek minősítve azok a hősök, akik a vetétársaknak a panteonjában vagy a királylistáján szerepeltek. És hát el kell csak olvasni Josephus Flaviusnak a leírásait, meg az ellenoldalt is. Tehát itt egy csomó bizonytalanság van. Az ember voltig tanul. Tessék parancsolni. Vannak, akik azt mondják, hogy a Marduk a Féltonnal ütközött. Van ennek valami alapja? Ezt én így nem hallottam, de elképzelhető, meg kéne nézzem most megint a Sitchin-féle leírásokat. Nagyon sokféle elképzelés van, hogy mi hogy ütközött, meg a kisbolygóövezet kialakulása, meg hogy állt be a Hold. Ugye most azért annyit elárulok, ez egy kicsit ugrás lesz a természettudományos bizonyosság felé, hogyha a Hold nem ilyen távolságra lenne, és nem ilyen tömegű lenne, akkor nem állhatott volna elő ez a stabil állapot, aminek az eredményeképp mi is itt vagyunk. Tehát, mert nagyobb lett volna a hőmérséklet ingadozás, nézzük meg, hogy a Mars esetében mi van, meg a Hold esetében is. Tehát ez egy isteni csoda, hogy beállt egy ilyen stabil állapot, és a sok megrázkodtatás ellenére még mindig itt vagyunk, és megmaradt az élet. És akkor mégis egy analóg gondolkodás, a Hold is női minőség, tehát ugyanúgy, ahogy a Föld. Ugye, mert a női ciklusokat, a vizek és az árapályokat a Hold szabályozza többek között. Tehát a kettő együtt összefügg. Igen, de ez nagyon érdekes, mert például a mezopotámiai kultúrában a Holdistennek van felesége. Tehát volt egy másfajta elképzelés. Csak akartam jelezni, hogy itt is azért meg kell nézni, hogy milyen elképzelések voltak. Lehet, hogy az egyik nem helyes, most ezt nem mondtam én semmit se, csak most
jeleztem a szakirodalomból valamit. A tyúk vagy a tojás, vagy a sárkány, vagy a tojás, teljesen így, melyik volt előbb. Tehát ugye... És ugye a Sumeroknál, most megint lehet vitatkozni, hogy kiadta ezt, a holdnak a száma 30, a napnak csak 20. És ugye Enlilnek 40, nem, Enkinek 40, Enlilnek 50, az égistennek annak meg 60, tehát a 60-as számrendszerben a legnagyobb szám kapcsolódik hozzá. Tehát kialakult itt is egy rangsor, vagy hatalmi hierarchia. Tehát itt is ezt meg lehetne most nézni, de ebben nem mennék bele. Tehát rengeteg olyan vitás kérdés van, ahol eltérnek a kutatói álláspontok. Már hozzá kell tenni, hogy minden számnak van egy rezgése. Tehát itt már átmegyünk egy rezgésre. A rezgés megint hozzátesz dolgokat, csak ugye ez megint félrevihet, vagy kiegészíti a dolgokat, ugye, de ez megint azt jelenti, hogy csak ha azt nézem, hogy szám van, akkor egy szemmel nézem. Ha azt mondom, hogy van rezgése is a számnak, akkor már két szemmel nézem, és ha azt mondom, hogy ennek van egy jel formája, amit leírok betűként, akkor ugye a harmadik szememet is használom, tehát egy betűnek van számértéke, és van rezgése is. És akkor innentől kezd érdekes lenni a dolog, na de ez még mindig csak három szintje egy dolognak, és ez ennél sokkal bonyolultabb. Igen, most csak annyit hozzáteszek, hogy kérem szépen, mi emberek azt hiszük, hogy a mi értékszerveink olyan csodálatosak. Hát az állatokhoz képest sehol se vagyunk. De a legérdekesebb az, hogy mi beszélünk színekről, meg hangokról. Azok ugyanolyan rezgések, csak nekünk ez a szervünk erre a tartományra érzékeny, a másik arra, de ezt egy univerzális lény ugyanúgy rezgésnek fogná föl. És hát lehet, hogy másképp értékelje a dolgokat, viszont nem lenne meg neki a zenei élménye, meg sok minden másképp lenne, ugye a fény, a színek. Tehát mi túlságosan antropocentrikusan látjuk a világot, közben mi emberek hát ezen a szellemi vagy isteni hierarchián is azért elég alul vagyunk. A mi is teremtmények vagyunk. Tehát ennyi. És a körülbelül 10%-át hasznosítjuk a szellemi kapacitásunknak, valamiért le van blokkolva. Aki nagyon sokat tanul, az esetleg a 11%-ot ostromolhatja. Én 25 év után azt éreztem, hogy lehet egy kicsit fejlődni, egy hajszányit, de hát azért a lényege meglátásáig inkább a beavatás és a hit révén lehet eljutni. Jó, ez egy más dolog volt. Na menjünk tovább, hogy majd neked is jusson aztán szó, mert én most tudok 5-6 órát is beszélni egyfolytában. Ha tartja a teje, akkor még kövni se fogok. Jó, a bizonytalanságokról most nem beszélünk, haladjunk a sorba, hogy ezeknek a nehézségeiről már azért mutattam be példákat. Megint egy érdekesség, René Labat szótárából, hogy az egyik ilyen ikrekséggel, kettősséggel kapcsolatos jel hogy jelenik meg. Miért mutatom ezt? Mert van egy olyan csillagkép, hogy ikrek. És ennek a Sumer neve az Mashtabba, ami azt jelenti, hogy a félnek a megkétszerezése. Tehát ezt a kettősség tulajdonságot mutatja. Ez az egyik kereszteződési pontja a napútnak és a tejútnak. A másik ugye az ott van a nyilas környékén. És ez Deimel, másik szótárkészítő Németországból, ő másképp építette fel a szótárt, abban csak egy jel van, tehát ott nem lehet a képi tartalmat vizsgálni, és össze vannak keverve a Sumer és az Akkád olvasatok. Mi nagy nehezen el tudjuk dönteni az eseteknek egy részében, de mi se teljesen, és ebből a két szótárból lehet esetleg valami kicsit értelmeset összerakni, ha már az én képi tartalmat rendszerező jeltáram is rendelkezésre áll, akkor már elég gyorsan lehet dolgozni, de anélkül egy jelnek a megkeresése mondjuk 1-2 óráig tart. Hát mondtam, hogy nem fejteni kéne, hanem olvasni, de hát sajnos a bölcsészképzésben ezek az elvek, amiket mi most itt udvariasan megfogalmazunk, nem nagyon kaptak még teret. Én elbeszélgettem a professzorokkal, négy szem közt el is ismerték, hogy jó úton járunk, de hát ennek most még nincs ideje, hogy ezekről beszélgessenek. Az ő bajuk. Na itt vannak ezek a kategóriák, aminek alapján én be tudtam sorolni a jeleket. Sugárzás, háromszög, épület, stb. Ezt se én találtam ki, hanem Lükő Gábor adta az ötletet, aki jelkategóriákat állapított meg a
népi mintázatoknak a vizsgálatakor, és én ennek az elvnek az alapján készítettem el a mezopotámiai jeleknél alkalmazható csoportoknak a neveit, tehát alkalmaztam egy módszert. Mi a problémák fő oka? A 19-21. századi kutatók felkészületlensége, rehánysága és politikai elfogultsága. Az összes probléma, amit bemutattam, eddig is erről szólt. Ezt érdemes tudomásul venni, hogy ez valamiért nagyon fontos, hatalmi dolog. És hogy kié az ősiség, kié az ősi hit, kié az ősi kultúra. Ez a küzdelem folyik már Noé fiainál is látjuk. Én megmerem mondani, hogy szerintem Noénak 5 fia volt, nem 3. Akinek nem tetszik, mondjon jobbat, de azt tudom igazolni, hogy ami a Bibliában van, az is egy kitaláció. Én azt mondom, volt egy Kína nevű fia is, meg egy Turán nevű fia is. Meg felel jobban a mi őseink, meg a kínaiak is benne vannak akkor. Hát a világ mai állása mutatja, hogy azért azok se megvetendő népek, nem csak ez a gyarmatosító társaság az, aki ennek az előképeit sikerült így megalkotni. Na itt van ez a számozás, hogy a végisten 60 mennek lefelé. Nem megyek bele a részletekben, mert hát annyira nem érdemes ezzel részleteiben foglalkozni. Viszont az egyetlen kakuktojásra mondtam egy megoldást, az alvilág istennőjét a bölcsészek szerint úgy hívják, hogy Ereskigál. Itt egy gond van, az összes női istenséget addig úgy kellett indítani, a nevét úgy kellett indítani, hogy Nin, nő, néme, magyarul is ugyanez a hangalap. Hát akkor miért pont ennél az istennőnél van más? Megnéztem a szótárba, ahol az Eres van, ott van Nin is. Tehát ez se Ereskigál, hanem Ninkigál. És akkor kitaláltam a történetet, hogy miért lett Ereskigál. Nagyon egyszerű, a professzort hívta a felesége vacsorázni, és mondta, hogy hagyd abba, kihűl a tészta, tessék jönni. Elment, megette a vacsorát, visszament, és elfelejtette, hogy nem nézte még az összes lehetőséget, megtalálta az Erest, beírta, hogy Ereskigál. Az összes tanítványa ezt elfogadta és elhitte, hiszen tikintély alapú, és senki nem nézte meg, hogy lehetne Ninkigál is, kivéve engem. Annyi évvel az esetek után, én most ezt elmondtam, leírtam ezt a történetet, tessék elhinni, hogy ez Ninkigál, nem pedig Ereskigál, mert 99,9%-ig jogos, hogy ez is akkor innen kezdődik. Ez az, amit a bölcsész agy nem tesz meg, hogy leellenőrzi és az összes lehetőséget megpróbálja megvizsgálni, mert ő megszokta, hogy a professzornak mindig igaza van, én is megtapasztaltam, hogy én nem kapok szót, mert a professzornak igaza van, de akkor is megnézem, hogy lehet-e másképp. Milyenek vagyunk? És lehet, hogy egy picit szórakoztató előadásokat tartunk, mint ezek a professzorok, akik még hangsúlyozni se tanultak meg rendesen, mert a diáknak kötelező beülni az ő óráikra, a mi előadásainkról elmennek haza, hogyha unatkoznak. Ugye? Körülbelül ennyi a különbség. Na hát akkor itt van, kérem szépen, néhány szótár, amiket én is használok, csak lehessen látni, hogy azért több forrásból dolgozunk. Hát mit tetszik gondolni, hogy oldották meg a szavak számozását a bölcsészek? Még Deimel Páter is 3 számozási rendszert használ a szótáraiban. Egyszer azt, amit René Labá, azzal lehet együtt dolgozni, egyszer ABC sorrendben rendez, egyszer pedig egy teljesen más számozási rendszert alkalmaz. Tehát az ő szótárának az elemeit se könnyű összerakni egymás mellé. Most én mutattam, és egy kicsit visszamegyek, mert azért hát, egy kis büszkeség is van bennem. Közben látjuk, hogy mennyi mindenről beszélgettünk már. Tetszik látni, hogy ezt én megcsináltam. Deimelnek is a 3 számozását, meg a Pantheon Babylonicum és a Planetarium Babylonicum rendszerét is egybefoglaltam, tehát egy jelhez mindenütt ott van, hogy mi van a többinél. Tetszik tudni, mekkora munka ez? A bölcsészek trehányságát helyre tenni. És ebből lehet tájékozódni és ellenőrizni is, mert hogyha mondjuk 4 esetben ugyanarról van szó, és az 5. nem, akkor valószínűleg az tévedett. Aki az 5. valami mást gondolt. Tehát ellenőrizni lehet. Na most ez az, amihez 25 év kellett, hogy most már azt mondják, hogy nem volt hiába való a mi munkánk. Pedig hát mi csináltuk meg az ő munkájukat, bocsánat. Ez neki kellett volna,
meg rendet csinálni, rendet vágni a különböző területeken, de hát ilyen az élet, igazságtalan, kérem szépen, azt kell, hogy mondani, de mi örülünk annak, hogy mi ilyenekkel foglalkozhatunk. És ugye itt van ez a címlap, ugye most sikerült leönteni vízzel, és akkor így a vízözönt is elszenvedte. Az az érdekessége ennek a lapnak, hogy ott van egy alak, kinek a neve van oda aláírva, az a közelebb ülők talán el tudják olvasni, különösen akik ismerik a görög ABC-t. Ki az, aki el tudta olvasni? Nem hallom. Az első, az a egyik magyar együttesnek a jele. Köszönöm. Óval kezdődik, utána a latinban is ugyanaz jön. Óha, utána jön a nű. A nű, a görög nű, kétszer. Akkor oán, néz, így van. Tehát az a tanítómester, aki kijött a tengerből, és tanította az embereket. Azért van halfarka, az jelképezni, hogy kijön a tengerből, aztán visszamegy. Ugye, ugyanilyen tanítómestere volt a sumeroknak is. Én találtam egy olyan változatot, hogy Uanna. Ez az Oannisnek a hangalakjához közel van. A lényeg az, hogy ettől tanulták meg a öntözéses gazdálkodást, az írást. Most nem folytatom. Tehát ő volt az az isteni tanítómester, és ez a René Labány még humora is volt. Ő ilyen dolgokra is utalt, és én nagyra becsülöm, hogy ő ennyi minden dolgot is egybe tudott foglalni, olyat, amilyet az összes többi sumerológus nem tett meg. Még Lenormand, a másik francia volt ilyen, aki még a magyar vonatkozásokat is vizsgálta, tehát a franciák valahogy nagyon jól láttak hozzá. Na és akkor itt van egy csodálatos istennő, ugye hát mindenki azt mondja, hogy ez Innin, Inanna, a sumeroké. Én meg azt mondom, hogy ez kérem már egy szexszimbólum, tele van mindenféle ilyen jelzőállattal, ugye. Ha most nagyon tudományos akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy zoomorfikus klasszifikátorral, vagyis valami állati jellemzővel kiegészített istenségről van szó, és hát meg kell nézni, hogy a lába is milyen, tehát kicsit olyan madárláb, és így tovább. Lényeg az, hogy arra jutottunk, hogy ez már nem az az ősi szerelem, vagy termékenység istennő, ez a jó szó, hanem inkább a harc és a szexualitás istennője, vagyis az Istár minőség, vagy Lilit, vagy az alvilág istennője, ez az Ereskigál, Ninkigál, tehát, hogy ezt nem szabad azonosítani. A probléma lényege az, hogy ez a British Múzeumban található, nem ott készítették, tehát ez is az indoeurópai gyarmatosítók egyik tevékenysége, hogy elviszik a leleteket, ugye Egyiptomból is az obeliszkeket elvitték, Párizsban is van, mindenhol van, és ez a hódító senkiházi népesség most megszabja, hogy milyen méretű répát tehetünk, és hogy mit tudom én, mi történik, mivel kell beoltani az embereket, tehát ez egy sátáni szerepkör, na hát ez az istennő a nekik megfelelő női minőség. Itt van egy érdekes, mondjuk úgy, hogy kudurú határkő, ez már a későbbi akkádkorból való, azért érdekes, a középsőnél láthatunk mindenféle állat jellemzőket, és akkor itt van jobb oldalt odaír, hogy hogy hívták ezeket az istenségeket, látjuk, hogy vannak holdjellegű, különböző állatjellegűek, és így tovább, és bal oldalon pedig azt, amit majd István is fog vetíteni, hogy volt egy képi ábrázolás a mezopotámiai jelek világába, aztán eldöntötték 90 fokkal, geometrizálódott, és a végén lett egy ékekből álló krix-krax, aminek már nincs tartalmi köze a képi világhoz. És hát ezt majd ugye el fogom mondani, mert most el is mondom, ezt már nem az adott szó jelentésével hozzá kapcsolatba, hanem csak a hangértékével. Tehát ez olyan, mint amikor Arany János megfogalmazta ezt a problémát, lerajzolt egy sást, egy kacsát, egy patkót és egy vályogtéglát. Ugye ez sás, kacsa, patkó, vályog. Ez a képi leírás. Na de, ez úgy is össze lehet olvasni, hogy sáska,
csapat, kóvályog. Tehát a hangérték az nem a képi tartalom szerint kerül megjelenítésre, és valami ilyesmi történt itt az akkád világban is, és ezért van mindaz a probléma, amit én elmondtam, hogy lehet így is közelíteni, csűrni, csavarni, ibnisárni az írnok, bármi egyéb, mert ezt az alapvető szabályt, hogy a jelentés és a hangalak, vagy a képi tartalom és a hangalak, azok összhangban vannak, ezt hát az élő nyelvek közül talán leginkább a magyar őrzi még. Az összes többi ilyen szempontból mesterséges. Most el tudom képzelni, hogy még a dravida ilyen, mert ugye én csak szanszkritul tanultam, ott nyomokban valamit föl lehet fedezni, de valószínű, hogy a dravidánál még valahogy ez másképp is megvan. Tehát bonyolult a kérdés, tehát ennyit akartam csak ezzel jelezni, és hát eléggé észnék kell lenni, hogyha valaki ezt fel akarja fogni. Én megmondom őszintén, azért nem hagytam abba a sumer nyelvvel való foglalkozást, mert hát engem 2 hét késéssel löktek be a sumer órákra, én újságírást akartam tanulni, mondom, ilyenekkel én nem foglalkozom. Hát én. Akkor azt mondták, hogy én túl értelmes vagyok ahhoz, hogy én ezt ne tanuljam, belöktek szinte ingyen az órákra, és mit tesz Isten, kérdezte. Tehát megkérdeztem azt, hogy ezt a René Labassot, tehát mi nem lehet rendesen használni, mi az, hogy minden jelnél végig kell lapozni. Ezek után kitalálták, hogy én vagyok a besugó, és hogy engem ki kell taszítani, mert én vagyok minden problémának az oka. Hát mondom, én, aki 2 héttel később kerültem oda, ez nonsense. Na mondom, ha ez ilyen fontos tőled, akkor ezt már végigcsinálom. De ez volt 25 éve. És hát most nem mondom, 2 maradtunk, akik azért konyítunk a témához valamennyire. Külföldön se jobb a helyzet. Mert ott, aki ért hozzá, az mindjárt akkádosít. Ugye az a kiadott feladat. Na mindegy, akkor most egy kicsit játszunk, és nézem az időt, hogy azért majd Istvánnak is tudjunk szót adni. Játszunk egy kicsit, találjuk ki, hogy ezek a jelek mit jelenthetnek. Ez azért jó, mert a gyerekek is így gondolkodnak, és hát nekem sem volt könnyű, mint magammal is eljátszottam ezt. Ezek mezopotámiai sumer jelek, mondjuk a bal felső sarokban lévőre, mire gondol? Kéz. Tökéletes, tökéletes. Jó. Akkor mellette jobbra... Szem. Hát, mintha lenne egy edénybe valami anyag. Igen, de ugye megmondom őszintén, hogy a sematizált rajza a napfelkeltének vagy a napnyugtának. Nagyon jó. Ugye? Tehát ez rendben van. Csak a két egy hiányzik. Jó, hát persze, de hát ez mondjuk ilyen egyszerűsített. Na akkor a harmadiknál, hát ezt nem biztos, hogy ki lehet... Ezt pedig láttam sok helyen. Igen, de ez egy sematizált fej, annyit elárulok, mert ezt nehéz így kitalálni. Tehát már nincs meg a füle, nincs meg a szem, stb., hanem ez egy későbbi változata, de rendesen szerepel. Na akkor itt van, utána van ez a fej, és itt egy kis ilyen edényke, ugye erre mondtam, hogy kenyértartó edény. Akkor ez mi lehet? Tehát egy fej, és itt van valami kenyeret tartalmazó kosárka. Akkor ez mi lehet? Ez a sumer a gondolkodás módját tükrözi. Ugye hát tehát a fej, a száj és a kenyér, ez az enni megjelenítése. Ezt elmondtam, mert azért nem olyan könnyű kitalálni, ezt mindenki ki fogja találni. De kancsó. Így van, korsó, igen, tárul edény. És ez pedig... Ez az lótusz virág? Majdnem. Majdnem, datolja pálma. Datolja pálma. Jó, nem megyünk ezen végig, mert felesleges lenne. Most megmutattam az összesnek a megoldását. Meg lehet tekinteni, egy kicsit akkor én is pihenek addig közben. Tessék megnézni, hogy melyik mit jelent. Nekem a séta, állni, láb, ugye az a alsósor balról második, ugye, tehát odaírtam mindegyiknél, a hal esetében minden rendben van. A disznó torszarvúnak néztem. Nincs olyan nagy különbség. Nincs olyan nagy különbség, persze. Túl, mind a kettő túl. Igen, igen, és a víz, ugye a víz jele, a hullámvonal, az is adja magát. És ugye ott van a nád is, azt emlegettem egyszer, hogy a hasonló jellegű jeleket gyakorolták az írnokiskolában, mondom én.
Na, tehát, hogy ez nagyon érdekes, mert ha így játszunk, akkor egyrészt örömmel nézegetjük, másrészt meg is jegyezzük. Egy jó részét. Tehát, én próbáltam így tanítani annak idején a hallgatókat, hogy ne unatkozzanak és ne azt mondják, hogy be kell ülni erre az unalmas órára, hanem valami játékos dolgot csináljunk. És ez így érdekesebb volt. Akkor így tetszettek látni, mehetünk tovább? Akkor nézzük meg ugyanazt a kínai jelekkel. Hogy ki tudunk... Eszembe jutott a teremtő. Igen. A Yuko. Ja, az a Varga Géla modell. Jó, most abban hadd ne menjünk bele, az rábízom Istvánra. Egyébként, ha már itt, akkor pletykálhatunk erről a dologról. Készülésképpen megnéztem Miklós YouTube csatornáján a régebbi videókat, mert kíváncsi voltam, hogy mi történt itt. És találtam egy nagyon érdekes beszélgetést, ahol Varga Géza is szóba került, meg az ő modellje is. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Tehát a nagy asztrálmitoszi művészettörténészünk és Varga Géza is szóba került. Egy eléggé kritikus hang, de érdekes a műsor. Tessék rákeresni. És akkor eszembe jutott a bronzkori magyar írásbeliség című könyve Varga Gézának, amiből én magam is sokat tanultam, hiszen ő ezt 1993-ban írta meg, akkor én még mással foglalkoztam. És megvan ez a könyv is, nagyon jó. Tehát ugyanolyan értékű mű, mint ez a sumeri kultúrtól története, hogy összefoglalt rengeteg dolgot, amit mi akkor nem tudtunk. Na. És hát, ugye most ebbe a kínaiba nem megyünk annyira bele, az alsó sorba a jobb szélen mi lehet? Teknőc. Gratulálok, tökéletes. És akkor... Jó is. Ezzel tele van a földbolygó ebből a teknőc jellel. Hát igen, ugye meg vannak a rovásírók, akik a teknős modellből vezetik le a jeleink, hogy kiolvashatók az elemek. Na akkor itt van ez, ez micsoda? Ablak? Nem, ez valami halszerű szerintem. Mindjárt megnézzük, most én sem tudom már, mert hát kínaival nem foglalkoztam annyit. Nem csak, mert megint nincs ott a kurzor, csak azért, hogy nem megy. Jó, tudom, én magamnak odarajzoltam elnézést. De valahogy nem megy oda, mindegy. Akkor azt mondom, hogy a felső sorban balról a második. Az hal. Nem, az felső sor, elefánt. Gratulálok, tökéletes. Így van, tehát az felismerhető. Ezek minden, tehát az első, meg ezek ilyen edények, most nem megyek bele, tartók valamik. És akkor itt van még ez az ablakszerű jel, alsó sor jobbról a második, ugye amit mi a föld jelének gondolunk, az pedig valami mező, úgy emlékszem. Megnézzük, ugye most mi a megoldás. Jelöljük meg. Igen, jelöljük meg, igen, mint a vetélkedőben. Ott van a teknős, azt látjuk, a mezőt megbeszéltük, elefánt stimmel, hal stimmel, és ezek valami háromlábú állvány, meg kosár, ezek ugyanolyan tartó valamit, mint amit a sumer jeleknél is láttunk. Tehát annyit elmondhattunk, hogy ebben azért van logika. Tehát ez egy olyan ábrázolás, ami törekedett arra, hogy megértsék. És ugye én japánul tanultam, kínaiul nem igazán, ők ugyanezeket a képi jeleket, a kancsikat alkalmazzák. Most megnéztem megint, de ezek ősibbek, tehát sajnos az történt, hogy a kínaiak is egyszerűsítették a jeleket, mind ugye a sumer világba is, és akkor már nem jön le annyira ez a képi tartalom, jönnek ezek a függőleges vonalak, vízszintes vonalak, tehát akkor egy kicsit másképp kell gondolkodni, már nem annyira képi. És hát ugye ez okozza a nehézséget. Na most kérdés az, hogy tartsunk-e egy kis szünetet, nem tudom, hogy bírja a hallgatóság, mert én most témát váltanék, tehát lesz módszertan, lesz Indusvölgye, egy másik magas kultúra dolgai, meg egy kis rovásírás, hogy tartsunk-e most egy kis szünetet, akkor István is elmondja az övét, és akkor arra rácsatlakozom. Jó, mert úgy látom, hogy másfél óra az elég egyszer, a kettőt én soknak tartom, akkor azt javaslom, megint egy kis evés, ivás szünet, én is kimegyek a levegőre, olyan szép itt a holtán. Tetszett, csak így tovább. Az enyém az képes lesz, tehát én képekkel magyarázok, mert itt inkább ugye ábrákat néztem, meg egy szárazabb dolog volt. Így van. És aztán megint visszatérünk a kicsit szárazabb dologhoz, de igen. Akkor már jó, tehát várjátok, hogy érdekesebb legyen, mert ez itt a lényeg, hogy...